Már 16 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek, amelyben őrizetbe vették a kerület dk polgármesterét is. A központi nyomozó főügyészség közölte Kis Lászlót bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják. Az ügyben a DK-s polgármesteren kívül őrizetbe vettek egy önkormányzati vezetőt és a polgármesteri hivatal egy korábbi alkalmazottját is. Valamennyiük letartóztatását kezdeményezte az ügyészség. Barna folytatja a témát. Nagyon szépen köszönöm Pál Fávli Milán a vendégem, a nézőpont elemzője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ma dönt a bíróság majd arról, hogy a őrizetbevétel után a előzetes letartóztatásokat elrendelje. Nyilván egy ilyen cögezzük le, senki sem tekinthető addig bűnösnek, pontosabban ártatlan, amíg a független magyar bíróság és a bűnösségét meg nem állapítja, pont innen indulunk mielőtt szó érni a ház elejét, innentől tisztán vagyunk, de hát mégsem euh, euh, légből kapott az lehetséges, hogy nem azért, mert nem meg a muskát tehát amikor 50 ember kivonul benne a készelinti rendőrség, ott valami, azt írja a közleményben a ügyészség, hogy alapos a gyanú az alapos gyanú már azt gondolom, hogy arra enged feltételez, tehát azt engedi meg számunkra, hogy feltételezzük, hogy a nyomozóhatóságnak van a birtokában olyan információ, ami alapján hát indokolt volt, hogy ezt a lépést meghozzák. A mai napi döntés azzal kapcsolatban, hogy a kis László marad-e a börtönben, avagy sem, ez azt vetíti előre, hogy ennek nagyon komoly súlya van. A magyar társadalom szempontjából is nagyon komoly súlya van, a magyar politika, politikai élet szempontjából is komoly súlya van. Azt lehet mondani, hogy az óbudai korrupciós botrány kicsit olyan, mint egy gennyesebb, ami most kifakadt. Meg kell várnunk természetesen, hogy milyen döntés születik. Ahogy szerkesztő úr is mondta, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, így Kislászlót is, akár polgármester, akár polgár bármilyen rangban, tisztségben, de az egy nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom, hogy ez egy minősített helyzet, hogy azt a vélelmezett bűncselekményt Kis László a vád szerint ugye a polgármesterként követte el, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki elkövetett egy számlázási hibát, ráadásul itt arról van szó, hogy bűnszervezetben elkövetett bűncselekményről szólnak a vágyak, tehát azt gondolom, hogy ez az egész történet így egészében rávilágít egy olyan baloldali korrupciós hát, szerveződésre, amit Kislászló egymaga nem tudott működtetni, nyilvánvaló, hogy nem ő ennek az egész történetnek a feje, hanem azt vélemezhetjük, és nagyon fontos megint megjegyezni azt, hogy ez vélelem, de okkal, joggal gondolhatjuk azt, hogy ez egy erős vélelem, hogy nem egy magányos elkövető Kis László, hanem egy baloldali korrupciós... a, a gyanú szerint, igen. A gyanú szerint. De hát 16 embert hallgattak még eddig. Többek közöttük már, ugye, vagy előzetes tartozatásban vannak, vagy őrizetbe vétel miatt vannak, ugye? Hát, hogy is van, hűvösön. Így van, és ne felejtjük el azt se, hogy az egyik alpolgármester, óbudai alpolgármester szintén már élvezi a hatóságoknak a de már letartóztatták? Így most van? Meg is osztották októberig? Pontosan, tehát azt láthatjuk, hogy itt, itt nem egy egyedi esetről van szó, nem egy kivételről van szó, hanem attól tarthatunk, hogy ez tehát nem kivétel, hanem maga a szabály ott a baloldali korrupciós szerveződésben. És nagyon fontos azt megjegyezni, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK vezetője gyakorlatilag szinte azonnal reagált az ügyre, amikor Elvitték Kislászlót a hatóságok, kiállt a Kislászló mellett. Kíváncsi vagyok, majd ha lezárul az ügy, akkor kiáll-e? Ez egy fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy egy üzenet lehet ez Gyurcsány Ferenc részéről, hogy a Facebookon közzétett bejegyzésében kiállt Kislászló mellett. Ennek, az... Ennek a felesége is. Úgy értem, hogy a Klára. Igen. Ennek az üzenetnek az lehet a lényege, hogy az érintett személy, Kis László, ebben a helyzetben kellő felelősséggel járjon el, vagyis, hát ez megint mondom vélelem, de hogy ne tegyen terhelő vallomást senkire. Hát ugye összefoglalva a gyanú szerint itt pénzvisszaosztás történt, azt feltételezi a bizonyítékok alapján a hatóság, hogy kötöttek szerződéseket bizonyos ügyekben, túláraszták a gyanú szerint és visszaosztásra került pénz a gyanú szerint. Pont. Nézzük meg, hogy ennek milyen politikai vetülete lehet, hiszen elnézést október 1-én meg kéne alakulni az új harmadik kerületi képviselőtestületnek. Én megnéztem, mert egy alpolgármester ugye előzetesben van a polgármester sorsáról ma dönt a bíróság, még maradt három alpolgármester. Hát ebben az esetben... De hát ők is csak októberig vannak, elsőig vannak hivatalban. Teljesen egyértelműen felmerül az alkalmasság kérdése. Alkalmas lehet egy olyan polgármester ellátni a saját feladatát, illetve alakul, alakuló ülés megtörténhet-e olyan formán, hogyha a polgármester börtönben ül a válasz erre. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy... Meglátjuk, hogy hol kell ölteni? Teljesen egyértelmű, hogy nem alkalmas, ha és amennyiben így határoznak a hatóságok. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mit fognak a mai napon 9 órakor ezzel kapcsolatban közölni a hatóságok. Mondom még egyszer, ha és amennyiben kislászlót ebben a folyamatban, hát ha még nem is marasztalják el, tehát nem jutnak el odáig, hogy a bíróság döntene, de már a hatóság elindít egy folyamatot, tehát a bűnvádi eljárás elindul, akkor ebben az esetben én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy Kis Lászlónak teret kell engednie egy előrehozott választásnak, azzal, hogy lemond és egyértelművé teszi, hogy kiszáll ebből a történetből, és Amit áll a vizsgálatok elé. És és áll a vizsgálatok elé. Ez lenne egyébként az érdeke az óbudai választóknak, és én azt gondolom, hogy ha a nagy totálképet nézzük, Magyarországnak is, illetve a magyar embereknek is pontosan ez lenne az érdeke, hogy jöjjön felszíre ez az ügy, derüljön ki, hogy mi történt, és én megkockáztatom, hogy ez az egész történet nem kell, hogy megálljon itt Kis László esetén. Honnan is érdekes a probléma, ugye a képviselő testület ülését a polgármester hívja össze. Most vagy ott lesz, vagy nem lesz ott. Ha nem lesz ott, akkor ki fogja összehívni, hiszen az alpolgármestereknek is lejár a mandátumok, a polgármester teszi javaslatot az alpolgármesterek személyére. Érdekes politikai hatása van. Ugye a e, helyi önkormányzatokról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy amíg a polgármester ugye e, nem válik, méltatlanná pozíciójára, ezt melemeztük, vagy lemond, vagy egyéb akadályoztatás van, akkor nyilván egyik alpolgármester átveszi a feladatát, de most október 1-től megszűnik a megbízatásuk, tehát innen érdekes a történet. De addig még jogerősen el nem ítélik, és pozícióban van, mind a polgármester, mind az alpolgármester, és nem csak az óbudai, addig kapják a havi illetményüket. Hát és nem csak, hogy... Fél év, fél év, egy év, egy év, a két év, két év, addig ők simán kapják a pénzt. Igen, ugye itt megint csak az ártatlanság vélelme, nem így itt van, fontos... így van, fontos jogállami szempont itt is működik. Nem csak, hogy érdekes, a törvényről nem rendelkezik, hogy ilyenkor mi van, a helyi választásról. A... Ö, bejön kormányzatokról szóló Azt lehet mondani, hogy Kislászló kezében van a kulcs, ezért is lenne nagyon bölcs és indokolt lépés tőle, hogyha megválna a székétől, mert ha már eljut egy ilyen szakaszba az ő ügye, akkor ennek teljesen egyértelmű következménye kell, hogy legyen, hogy leszűri a politikai konzekvenciát. Persze, ne felejtsük el, hogy ő annak a pártnak a tagja, amelynek vezetője Gyurcsány Ferenc, az a Gyurcsány Ferenc, aki nem szűrt le a konzekvenciát 2006-ban, amikor ugye szemkilövetések voltak az ő miniszterelnöksége alatt. Pál Falvi Milán volt a vendégünk, a nézőpont elemzője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.